Sziasztok! Mint látjátok, itt áll mellettem Király Linda, és itt vagyunk a Story 5 csillag gálán. Szia Linda, üdvözöllek! Mégis a nagy duettről kérdeznének annak ellenére, hogy itt vagyunk a Story gálán. Hogy reagáltál a felkérésre? Ugye azért ez nem csak az énektudásról szól, hanem a szimpátiáról, az emberségről, és neked azért nem tudunk olyan sokat a magánéletedről. Igen, az biztos. Hát először is nagy megtiszteltetés volt, tehát én mindig is szeretem kipróbálni magam újabb helyzetekben, és ugye ez egy teljesen más tészta. Tehát itt arról van szó, hogy én hogy tudok segíteni a partneremnek, hogy tudom a legtöbbet kihozni belőle, de az az igazság, hogy én nagyon-nagyon jól érzem magam. Tehát rég éreztem ilyen jól magam, úgyhogy nagyon örülök a felkérésnek. Talán így egy kicsit többet megtudtok a magánéletemről. Jó hangulatban telnek a próbák, én úgy hallottam. Na de attól függetlenül azért az komoly erőfeszítéseket tesz igénybe. Hogy alakul az új lemez? Ugye már hallottam, hogy hamarosan jön. Igen, várjál, tegnap előtt hajnal 2-kor kezdtük a stúdió munkát, és reggel 5-kor fejeztük be, úgyhogy keményen, de meg fogjuk oldani. Mikorra várható az új lemez nagyjából? A legújabb maxi az a nagy duettben egy időben fog jönni, úgyhogy nem sokára. És végül, hogy jössz ki a partnereddel? Ugye Szabó Győző az, akit hát, kvázi mentorálsz, hogyha szabad ilyet mondani. Hogy jöttök ki? Jó hangulat? Imádom. Egy végtelenül jó fej, jó humorú, intelligens, szorgalmas, tehát tényleg csak jókat tudok mondani róla. És az az igazság, hogy vannak olyan helyzetek, tehát ahol engem ki rángat a kis komfortzónámból, és ennek örülök, tehát én azt szeretem, amikor mindig új és izgalmas valami. Úgyhogy eddig le is kopogom, minden nagyon jó. Hát akkor további sok sikert kívánunk nektek a nagy duettbe, ti is nézzetek a nagy duettet, sziasztok!